új idegenforgalmi látványosságot adtak át a Tiszatónál. Az élmények is gazdagabbá tesznek bennünket, amikor egy-egy kerékpározás vagy túrázás alkalmával, akár gyalogosan is felszállunk erre a kompra és átmegyünk Tiszanánára, és csodáljuk azt a gyönyörű szép természeti környezetet, ami ott is vár bennünket. Ha Tiszaderzsen van az egyik legszebb kikötő, akkor mondhatom, hogy minden bizonnyal a másik legszebb, az Tiszanánál nem van. Ezeknek a kompoknak a másik végállomásánál, ahol mind a kikötő, mind a szabadstrand, mind az ottani vendéglátás olyan hangulattal várja az embereket, a vendégeket, az idetérő aktív és ökoturisztikai szereplőket, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen a figyelemre is, és a csodálatra is méltó. És ugyanez zajlik itt a déli parton, Tiszaderzsen, ahol az önkormányzat együttműködésben a Vármegyei Önkormányzattal és a Tiszató Térségi Fejlesztési Tanáccsal egy olyan pilot projekt és egy olyan top pluszos turisztikai beruházás megvalósításában van éppen nyakig benne, ami nem csak növelni fogja a térség turisztikai kínálatát, hanem a vonzerejét is. Kényelmesebbé teszi az itt tartózkodást, emeli a szolgáltatások színvonalát, és az ide térő vendégek valóban olyan körülményekkel találkozhatnak, amit el is várnak szinte egy ilyen jól működő csapattól, egy ilyen jól működő összefogásra termett csapattól, mint a Tiszató térségében működő, akár önkormányzati, akár versenyszféra szolgáltatóktól. Az ország legnagyobb mesterséges vízfelülete turisztikai célpont is. A partmenti települések minden évben több tízezer vendéget fogadnak. Ugyan nem látjuk, mert takarja a nádas és a fák, de a túloldal is szép, a túloldali települések is szépek, és minden egyes település itt a Tiszató környékén. És ezeket megerősíthetik azok, akik autóval, vonattal, kerékpárral vagy vízi úton jönnek ide a Tiszatóra. És itt a Tiszatónál mindig történik valami. A Tiszatónál mindig történik valami jó, valami szép, amivel gazdagabbak a települések, gazdagabbak azok az emberek, akik itt élnek, és gazdagodnak azok is, akik csak néhány napra, néhány hétre látogatnak ide el. És egy régi álom is teljesül, hiszen talán 4 esztendővel ezelőtt már Tiszaderzsnek volt kompja. Ugyanazt a jeges ár hozta le innen Tiszacsegéről, és benne volt a TV híradókban, és minden magyarországi híradásban, de azt mondtuk, hogy lesz olyan híd, lesz olyan komp, amely a túloldalra át fog menni. És milyen csodálatos dolog, hogyha valaki kerékpárral, gyalog, autóval eljön erre az oldalra, vagy a túloldalra, és komppal át tudja szelni ezt a csodálatos, vadregényes, madarakban, halakban, növényekben gazdag világot. Mert sokkal másabb a vízről körbe tekinteni, mint a partról. Hiszen innen a partról, a gátkoronáról is csodálatos látvány az egész Tiszató. Mint egy megeleveredett festmény, mint egy mozgó színház. De bentről a vízről maga a csoda. És ezt a csodát azt gondolom már ebben a szezonban több ezren, több tízezren fogják megtekinteni és csodálni. A komp a Tiszaderzsi Kárász kikötőből indulva akár gyalogos, akár kerékpáros turistákat is tud szállítani a két part között.